Van nekünk egy valentinnapi blokkunk, úgyhogy abba is megkérdezek három sármos fiatalembert, hogy számukra mit jelent a valentinnap. Nekem ugye hosszú ideig volt párkapcsolatom, minden évben azért megtartottuk a valentinnapot. Most lesz első olyan, amikor így szingli vagyok, és mert mindhárman szinglik vagyunk. Sok szép emlék kötődik hozzá, de úgy gondolom, hogy nem ez ezen egy napon múlik, hogy most kit szeret, hanem szerintem az egész évben ugyanúgy szeretni kell a másikat, és meg kell adni neki minden szeretetet. Igen, a valentinnap valójában igen, a szerelemről szól, de minden egyes nap az évben szerintem, ha szeretsz valakit, akkor a szerelemről kell, hogy szóljon, és a szeretetről. Úgyhogy most jön ez az egy nap, nekünk szerintem most annyira... Nekünk most szerintem annyira ez most nem annyira lényeges, mert hogy szinglik vagyunk mindhárman, úgyhogy nincs kit megszeretgetnünk éppen. Jó van, megint. De... Nekem nagyon-nagyon sokat jelent a val... Nem. Igazából nem, sajnos nem. Igazából most jó dolognak tartom, mehetünk fellépni, ez tök jó. De ezen kívül igazából én nekem semmi konkrét emlékem nem fűződik a Valentin naphoz. Sajnos, vagy nem, vagy hála Istennek, nem tudom. Én az vagyok, de pontosan ezért én elég műnek tartom a valentinapon. Igen, igen, elég amerikai, olyan... olyan... Rádióban is már szerintem, hogy V-Day. Hát szerintem, igazából szokták mondani, hogy ilyen kicsit műanyag szaga van. A valentinapra ez nekem nagyon-nagyon fokozottan vonatkozik. Tehát akkor nem is, ha lenne esetleg lány, akkor nem is készülnétek semmivel, vagy mi lenne? Én szerintem készülnék azért virággal, vacsorával. De most fellépek éppen. Szóval nem. Szépen. Igen, ilyenkor könnyű mondani nagy szavakat, mert tudja, hogy úgyis fellépünk, de minden. Nem, amúgy is készülnék. Én is romantikus vagyok egyébként, nem látszik. Szerintem mindenki valahol. Akkor fiúk, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltatok, és kívánok sok sikert a Valentin naphoz is, meg mindenhez. Köszönjük szépen, sziasztok. Sziasztok! Jó van, srácok, ennyi volt, szép volt, köszi! Mi? Mi van? Ja, hogy még itt van? Oké, mondom. Legyenek neked is sztárfotóid! Kaszás Bence a legjobb választás. www.kaszásbence.hu objektívfotó.hu. Szeretnél még többet látni? Akarsz értesülni a legfrissebb újdonságokról? Kövess minket a Facebookon is! Média partnerünk